ismeret részletének hallom. Éppen most érek Szentendrén a Dunakorzóra, most jövök be, megyek a Kmetti Múzeumba egy gyors terepszemlére, mert ha minden igaz, hamarosan elkezdjük a felújítását. Én azt szeretném, hogyha még ebben a hónapban el lehetne indítani a felújítást, és be is fejeznénk, még mielőtt bejön a turista szezon. Mégiscsak a főtéren van egy frekventált helyen lévő épület. Nem sokára jön hozzám egy újságíró, egy rádió riporter a Kossuth Rádiótól, aki a vasárnapi gondolatjelbe készít velem egy interjút. Még nem tudom, hogy miről, de hamarosan kiderül. Elég fura volt, mert egy kiállítás, belátás, bejárással kötöttük össze. Most meg jövök a Kmettibe, az igazi bejárása, ha itt vannak. Ez hányban? 80-as évek, nem? 80-as évek. Tehát lesz az üveg, lesz az üveg, igen. És egyébként a csatornával lesz szántozás, abban nem? Nem, elvileg nem. Illetve ugye ezek a nagyon ronda régi, hát ezt érdemes felvenni, tehát ilyen... Régi kapcsolószekrények, akkor ezek oldalra mennek a falba. És itt lesz egy rekesz fal, egy ágy szerkezettel, mert hogy azt kérte a... A levegőztetésnek ugye van egy szellőzőgép is, az lesz itt egy ebeljem, és a kettő ne egy légtérben legyen. Ezt kérte a gépész. Ez valószínűleg itt lett egy, ez a vécének a szellőzős tapja. Tehát a szigetelés. Nem járható szigetelés, azért kell egy padlás járható. És itt van csontvár, itt figyelj. Nem tudod műszakilag jól felbontani szerintem. Nem, mert pont a belsőt nyert. Igen, tehát hogy az elektronos... Tetővel nem nyerünk, a tetőt azt lehet csinálni. Hát nem lesz kis munka ezt felújítani, de nagyon izgalmas lesz, és nagyon sokat jelent majd Szentendre főterének, hogyha egy megújult, szép Kmetti Múzeum áll itt. Araszolok a dugóban, a felső rakparton, a Műegyetem felé, a Szkénében ma este megint a Bányavakságot játsszák, Székely Csabának a darabját, ami már nagyon régóta egy nagyon nagy siker, de eddig nem sikerült megnézni, úgyhogy majd ma este. A 80-as évek közepe óta járok rendszeresen ide színházba, voltak nagyon jó időszakai a Szkénének, szerintem a mostani is egy izgalmas jó időszak. Egészen fantasztikus volt, tényleg nagyon klassz. Gondolom, hogy ez az előadás nagyon pontos képet adott az erdélyi világról. Legközelebb egy
egy romániai magyar színház előadását nézem meg, egy olyan színházét, ahová éveken keresztül bérletem volt, de több mint 15 éve nem láttam tőlük semmit. Ez a Nagyváradi Színház. Csütörtökön este az ő darabjukat nézem a Deszka Fesztiválon Debrecenben.